Hát kedves nagy család, rendkívüli módon örülök, hogy megtisztelt engem a papa, hogy elhívott a születésnapjára, de azt is el kell mondjam, hogy nagyon sokan tudják Szászón, hogy ma van a születésnapod. Igen. És nagyon sokan megkértek engem Szászón, hogy adjam át tajunk kívánságokat. Életemnek egy nagy napja mai. 90 év először olyan hihetetlennek tűnt számomra, és mégis bekövetkezett. Mert az idő múlik, mint az óra. Ugye egyik óra megy a másik óra, tehát mégis vannak szépségek, közben megáll az idő, egy picit úgy tűnik az ember, de megy tovább. Sajnos egy-egy ülnek az évek, és végül egy emberre eljut a 90 évre. Tovább, azt mondom, nem lehet tudni, ugye. De adódnak, ez a mai nap is valami különlegesen adódott össze, hogy hát ha körülnézek itt, hát tényleg egy csodálatos család van együtt. Elnézést kérek, hogy sajnos az érzelmek ilyen korban már kiütköznek az ember és arcán, meg egyáltalán a beszédén is, de annyira jól esett, hogy itt látom magam mellett nem csak a gyermekeimet, hanem az unokáimat, itt látom az dédunokáim közül is már kettőt is. Folytatódik az élet, bennük egy kicsit talán én is tovább élek. Életem egyik célja volt, hogy összetartsam a családot. Az, hogy egy nagy értéket láttam mindig abban a család életben, hogy milyen fontos dolog, hogy emberek tudnak tartani. Valami kapcsolat, ami érzelmi kapcsolat is létezik a világban. Egyik ilyen a családi kapcsolat. És ez sikerült aztán átültetni, mert többen hát együtt vagyunk. Ezt önként jöttek, nem mondtam egy szó, nem köteleztem senkit, és mégis megjelentek, és tényleg rendeztek egy csodálatos összejövetelt itt a gyermekeim is. Úgyhogy ezért köszönetet mondok mindenkinek. Tulajdonképpen az, hogy az állam is rendezett egy ilyen kormányokat átírja, mert hogy olvastam, hogy ez régebben, még a tízes évek előtt ugye hozták a minisztertanácsi leveletet, és ez folytatódik tovább, ami az időseknek a becsülését tükrözi vissza. Ez is úgy nem ennek jól esik. Még egy pár szót arról, hogy Szászóról, a szászói kapcsolataimról. Ugye az, hogy én itt születtem, ez egy szent hely nekem. Ez az egész környék, mint a Mahometának, nem illik ma mondani, de Mekka. Valahogy itt születtem, itt nevelkedtem, mint gyermek ezen a területen. Hát nem volt fű, akkor még ugye egész más kertek voltak. És tulajdonképpen a szászóiak befogadták a szüleimet, Orosházáról kerültek ide. Orosházáról, igen. A körülmények ugye a 20-as években a világháború után úgy alakultak, hogy célszerűnek látták ide eljönni Balatonhoz. Itt azért perspektívát láttak arra, hogy itt a idegenforgalom stb. Alapján meg lehet élni, mert a viharsarok az tulajdonképpen akkor egy nagyon nehéz terület volt, ugye az a román-szerb határon, gyakorlatilag a halott területté vált. És itten próbálkoztak, ugye a szegény apám ugye itten egy invenciózus dús ember volt, mert itt egy malmot hozott létre, ami még ma is ott áll az épületen. És azután mozgókép színházat csinált itt a szomszédunkban. Azután nem ezt az épületet, csak ezt az épületet, egy másik épületet is csinált egy kiadás céljára. Tehát egy aktív ember volt Szászó életében. És én tulajdonképpen ezt folytattam. Velük együtt továbbfejlesztve, hát aztán jött a háború, amikor hát bizonyos fokig távol kerültünk, egy kicsit átmenetileg Szászótól, de aztán újra visszatértem. Nekem ez egy lelki felüdülést jelentett mindig. Ugye Budapesten dolgoztam, a kutatómunka az mindig egy jövőt, mindig a másnapot kellett megtervezni, mindig arra kellett gondolni, hogy hogyan tudjuk betölteni azt a feladatot, hogy természetben én biokémiával foglalkoztam, ugye az orvostudomány területén belül. Tehát ott embereket foglalkoztatni, témákat kialakítani, szóval nem kis dolog. Végül elértem azt, hogy egyike voltam azoknak, aki Magyarországnak a nyugati sajtóban való szakirodalomban elismertségét, ugye a cikkeim révén elősegítettem, angol nyelvű cikkek révén. Úgyhogy magyar tudományt elősegítettem. A gyógyszeripari kapcsolatok révén úgy gyógyszerek termelésében államnak hasznot hoztam létre, úgyhogy én nyugodt lelkiismerettel megyek, megszolgáltam ennek az országnak az érdekeit,
és talán nem azt mondom, vissza is adtam, de az, hogy büszkén vagy, vállalom azt, hogy valamit etettem az asztalra az ország érdekében. De ezt akartam csak mondani, hogy Szászlónak köszönhetem. Szászló volt a nyugalom, a fejlődés, a lelki feltöltődésnek a lehetőségét adtam meg. Ma is azt adtam meg, mint nyugdíjas számára, és megkapom a tényleg a segítséget a szociális szervezetek részéről, kihozzák az ebédet, stb. Hát ez már egy, ami nagyon jól esik, úgyhogy összefoglalva csak ennyit akartam mondani, kiegészíteni, egy kicsit laudációt mondani Szászló számára, hogy köszönettel tartozott az, hogy én itt ennek... Kívánok nagyon boldog születésnapot!